vendégünk, tehát Szarka Anita a Napfonatból. Szia! Szia, Anita! Sziasztok! Az Égből Fényből című albumotok első számát hallhattuk most itt az imént, és láthattuk is a hozzá készült klipet. Na de miért és mióta terveztétek, hogy egy ilyen tematikájú lemezt jelentettek meg? Hát 2019-ben volt először adventi koncertünk, és akkor már ezeknek a lemezen szereplő daloknak a magja a koncert anyagát is képezte, és ez egy nagyon izgalmas vállalás volt, mert alapvetően egy a cappella együttes vagyunk, perkuszív hangszerekkel, ütős hangszerekkel kiegészülve, de mindannyian játszunk hangszereken, és akkor erre a lemezre pedig felkerültek már zongora, írbuzuki, gitár, citera, furuja, fuvola, szóval itt egy kicsit izgalmas vállalásba kezdtünk, és hát az advent az meg egy olyan különleges időszak, hogy igazából abban a 2019-es évben így nagyon szerettük volna, hogyha egy teljesen új műsorral tudunk előrukkolni, és így hangolódni mi magunk is, meg hogy a közönségünket is tudjuk segíteni az ünnepre hangolódni. És most felsoroltál pár hangszert, amit hallhatunk a lemezen, de miért éppen ezeket a hangszereket választottátok? Mert ezeken játszunk, és mert nagyon szeretjük őket igazából, nagyon különleges hangulatvilágot tudnak kelteni, és igazából a dalok hívják be, hogy éppen melyikben milyen hangszert használjunk, szóval ezek, hogy mire inspirálnak a dalok, ez ettől függ. És mitől lesznek ünnepiek ezek a dalok? Már alapvetően olyanokat válogattatok akár valamilyen világzenei vagy folk hagyományból, ami beleillik az ünnepkörbe? Magyar népdalok és karácsonyi dalok vannak a lemezen, illetve van két angol karácsonyi dal is rajta, szóval, hogy igen. Az imént pedig az Aranyszárnyú Angyal című dalotokat hallhattuk, és ez azért is nagyon izgalmas dal lehet számotokra, hiszen ez volt az első adventi dal, amit megtanultatok? Igen, pontosan így történt, és ez egy ilyen nagyon különleges élmény volt, hogy mennyire gyönyörűen megszólalt, amikor először így ötleteltünk rajta, és így hozzátettük a saját szólamainkat. És készültök a lemez bemutató koncertre, ami ugye holnap lesz ráadásul. Mivel pontosabban, illetve hát ezt az anyagot lehet majd hallani, vagy egyébként kiegészítitek még egyéb számokkal is a repertoárról? Nem a repertoárból egészítjük ki, hanem kiegészítjük még meglepetésekkel, de valóban ezt a lemezt lehet majd hallani, és még inkább adventre hangolódunk. Kitaláltunk egy pár meglepetést a közönségünknek, úgyhogy erről nem akarok nagyon sokat elárulni, de el lehet jönni, és nagyon szeretettel látunk mindenkit. Azt álljuk, hogy a Fonóban lesz a koncert. A Fonóban lesz holnap 19 órától. És amit tudhatunk, hogy még készültök live session anyagokkal, még mennyit várhatnak a rajongók? Úgy találtuk ki a koncepciót, hogy az első advent első hétvégén jelent meg a lemez, és akkor minden vasárnap egy-egy adventi gyertya meggyújtásához jön egy live session videó, szóval múlt hét vasárnap volt az Aranyszárnyú Angyal, holnap pedig megjelenik a Betlehem, és szenteste jelenik meg az utolsó dalunk. És azt se felejtsük el, hogy a World Music Charts Europe-ra is felkerültetek nemrég, méghozzá egy korábbi anyagotokkal. Ez számotokra mit jelent, esetleg milyen lehetőségeket nyit meg számotokra? Hát a hatalmas öröm és megtiszteltetés. A World Music Charts Europe 11. helyére került fel a Harmadcsebben él a világ bennem című lemezünk, ami idén júniusban jelent meg, és még nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeket hoz nekünk, de ez már egy nagy megtiszteltetés, hogy erre a lemezre, vagy erre a toplistára felkerültünk. És a lemez különlegessége, az említett lemez különlegessége a tematikusság. Milyen dalok találhatóak ezen? A négy őselemre épül ez a lemez, és minden elemnek dedikáltunk három dalt. Ezek főként saját szerzői dalaink, egy-két népdalfeldolgozás van benne, de alapvetően szövegileg is, dallamilag is saját szerzemények vannak a lemezen. Az adventi időszakon kívül is ezért elég dolgosak a napok számotokra, mert azon túl, hogy most ugye lesz holnap a koncert, még ma volt egy énekhang felszabadító workshopotok, ami nem is az utolsó, de reméljük, hogy nem az utolsó volt, de biztos nem az első sorban. Erről mit kell tudni, mert nagyon jól hangzik, bárki elmehet erre, mi történik egy ilyen workshopon? Igen, nagy szeretettel látunk bárkit, aki szeretné egy picit megnyitni a hangját, és már évek óta tartunk ilyen workshopokat, amióta pedig megjelent ez a Harmadcsebben él a világ bennem című lemezünk, azóta a négy elem tematikájára is építettük ki őket, szóval, hogy minden elemnek van egy alkalma, és gyakorlatilag lehet egy bérletes rendszerben mind a négy alkalomra jönni, vagy lehet akár egyesével is, úgyhogy most volt ennek a mostani
őszi szériának a negyedik alkalma, tehát a záró alkalma a vízelemmel. És mindenféle hangnyitogató, hangfelszabadító gyakorlatok, meg az elemre hangoló gyakorlatok is vannak, szóval nem tudok nagyon sok mindent elárulni, ki kell próbálni igazából. Ez egy ilyen nagyon megtapasztaló. Nagyon izgalmasan hangzik egyébként, de mi mindennel gazdagodhatunk egy-egy ilyen élmény után? Hát az biztos, hogy egy közösségi élmény, hiszen többen leszünk egy ilyen alkalmon, és énekelünk, de igazából szabadon használjuk a hangunkat, és ez nem csak akkor jó, hogyha énekelni szeretne valaki, hanem akkor is, hogyha csak szabadabban szeretne megszólalni, akár egy munkahelyzetben, vagy szabadon szeretné kifejezni magát, ehhez szerintem hozzá tud segíteni. Tehát akkor ez nem csak profi énekeseknek van kitalálva, hanem bárkinek. No, de a holnapi koncert után még hol láthat titeket idén akár a közönség? Idén még Gödöllőn leszünk, december 22-én pénteken. Akkor ahhoz is, és a holnapéhoz is majd sok sikert kívánunk, és persze boldog karácsonyt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy eljöttél.